Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás április 29-én. Mielőtt kezdenék, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a személyes jóslások nem ezen a csatornán jelennek meg, hanem egy másik csatornámon, és ezt úgy hívom, Meisterin des Kartenlegens. Nem csak a magyar nyelvű, hanem a német nyelvű személyes jóslások is ott jelennek meg. Aki nálam jóslást rendelt, nem kell keresgetnie, mert küldöm a videóhoz a linket, e-mailen keresztül. És most áttérek a három kérdőjeles jóslásra, és felteszem az első kérdést. Mik az ő tervei? És ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép arra utal, hogy neki oda kell figyelnie valamire. Az is fontos jelenleg, hogy döntéseket hozzon. De ő kicsit bizonytalan, erre utal ez a fiatal férfi, mert mutatja a levegő elemét, de azt is szimbolizálja, hogy ez a fiatal fiú itt nem ismeri ki magát. A háttérben is látható ez a szürke felhő, valamit tisztáznia kell. Ez a szürke fény a háttérben persze utal még bizonytalanságokra, meg félelmekre is, de a kard elvágja ezt, átteszi magát a félelmeken. Mielőtt itt rendezi a dolgokat, még figyelnie kell az eseményekre, átgondolni mindent, hogy helyes-e ez a döntés, igen vagy nem. És most megtekintjük a második kártyát, és az utal az ő érzelmi világára. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, és ezek utalnak mély érzelmekre. Lehet a gyermekkori emlék is, erre utal a hatos szám, mert ez mutatja a múltat. De a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet is. Benne van ezekben a változásokban. Ott vannak az emlékek, egy kis nosztalgia, lehet, hogy kapcsolatok a múltból, gondol a gyermekekre, és tervez egy új kezdetet. A következő kártya azt jelenti, hogy mit közöl veled. Ugyanúgy, mint a másik kártyánál a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, itt ennél a harmadik kártyánál szintén erről van szó, mert a tízes szám ezt szimbolizálja. Itt lesz egy új kezdet. A kártyán láthatóak az érmék. Utalnak anyagi dolgokra, amit neki most rendeznie kell. Amit még az érmék jelentenek, az a föld eleme, tehát itt reális dolgokról van szó, amit ő tervez. Ezt az új kezdetet. Ezt meg fogjátok valósítani. Amit az érmék még jelentenek, a belső értékek. Te nagyon értékes vagy számára. És most megtekintjük a napi kártyát. Akármiről van szó, amit neki most rendeznie kell, hogy legyen köztetek egy új kezdet, ez a napi kártya szerencsét hoz. Itt lesz egy szerencsés kiút, egy megoldás. Ez a kártya
utal a szerencsére, és itt lehet egy nyeremény is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!